sportosat. Híradónk vendége Lévai Tamás, a Honvéd U23-as EB ezüstérmes birkózója. Szervusz, üdvözöllek, de elmondhattam volna, hogy junior Európa bajnok is, ugye? Igen, én is üdvözöllek, szia. Melyiket tartod? Nagyobb eredménynek? Igen. Hát jelenleg még a junior Európa bajnoki címemet, mert az arany lett, bajnok lettem, a bajnokokat nem felejtik el, az ezüstérmeseket pedig annyira nem tartják nyilván. Viszont az junior Európa bajnoki aranyérmennél nagyobbnak tartom, mikor 19 évesen U23-as világbajnoki bronzérmes lettem. Eddig számomra az eddig a legerősebb. Most miért nem lettél aranyérmes? A döntőben egy olyan taktika, hát nem volt taktikai hiba, hanem egy technikai hiba volt, hogy megemelt az orosz srác, mert a taktikánk az volt, hogy az első menetben kivédekezem, és a második menetben pedig leküldetem, ezáltal én nyertem volna, mint ahogy a elődöntőben a grúz srác ellen is ezt sikerült végrehajtani. Sajnos technikai hiba volt a védekezés, hogy nem ment jól, és ezért meg tudottam állni. Én pedig nem voltam olyan erős, hogy a második menetben föl tudjam emelni. Tudod, hogy mit rontottál el? Persze. Persze. És azt is, hogy miért rontottad el? Nagy részben igen. A fáradtság beleszólt, de olyan sokáig kell gyakorolni, én úgy gondolom edzésen, hogy a legfáradtabb helyzetben is ezt meg tudjam oldani. Bácsi Péter szakmai igazgató a mostani U23-as EB után azt nyilatkozta rólad. Lévai Tomi sporthoz való hozzáállása példaértékű, korábban is bizonyította már tehetségét, és ezt ismét megtette. Sajnálom, hogy ezúttal nem jött össze neki az aranyérem, de biztos vagyok abban, minden megtesz azért, hogy novemberben a belgrádi U23-as világbajnokságon összejöjjön neki. Szóval, a szakmai igazgató lát benned egy világbajnoki aranyérmet. Én is látom magamban. És akkor tudod azt, hogy mit kell akkor? Persze. Nem vagyok, mert egy hajszál választ el. Van még olyan egyáltalán súlycsoportodban itt ezeknél a korosztálynál, hogy akitől még tartasz, vagy úgy? Ahogy nekiindultam a versenynek, a grúz és az orosz srác volt az, akiket tudtam, hogy egy szinten vagyunk, és egy hajszál választ el attól, hogy ki nyerjen kettőnk között. Az elődöntőben nagyon jól sikerült lehoznom ezt a grúz srác, aki igazából ebben az évben felnőtt Európa bajnoki bronzérmes volt. Ugyanezt történhetett volna fordítva is, hogy az orosz verem az elődöntőbe, és a grúz ver a döntőbe. Ez a hármunk között olyan kicsi a különbség, vagy talán nincs is különbség aznapi forma fejben ott lét. És ez meddig lesz, hogy mikor fogsz ellépni tőlük? Amikor belépek szerintem a felnőtt korosztályba, és rendesen megférfiasodok. Hány év? Szerintem egy 2-3 év múlva már azt mondtam, hogy olyan erőket tudok majd képviselni, mint például a bátyám. Hány kilóba versenyzel most? Most 82. És akkor hogy tervezed? Mert azt mondod, hogy majd megférfiasodsz. Akkor viszont 87. A súlyod is menni fog. 87. 87? Az az olimpiai súlycsoport. Nem szeretnék nem olimpiai súlycsoportban, mert olimpiát szeretnék nyerni. 2024-est már célba vetted, vagy még az még neked nem, az korai? Nem, az már célegyenes. Itt van persze. Azt nyilatkoztad, hogy te végül is nagyon szerencsés vagy, mert a világ legjobb edzőpartnerével tudsz készülni. Így van. Ez a pandémia alatt ez mennyire tudott megvalósulni? A pandémia alatt inkább ráfeküdtünk az erőfejlesztésre, nem birkóztunk. Futottunk és erősítettünk, de ott volt az öcsém is, és ott volt a bátyám is velem. Kialakítottunk otthon egy kis konditermet, és minden nap eljártunk futni is. De kellett oda is az edzőpartner. Egyedül sokkal nehezebb végigcsinálni egy nagyon nehéz kondicionáló edzést, és kellett mindkettő testvérem oda, hogy egymást húzzuk. Egymást húzzátok. Most akkor a Lévai Zoli fog hamarabb felnőtteknél eredményt elérni, és azzal fog majd benneteket, az öcsiket húzni, vagy? Már érte, már húz vele. Húz vele? Az Európa bajnoki ezüst és egy világkupa ezüstérem azért már világelit, és persze, hogy húz. De ugyanúgy húz az öcsém is. Azt az edzésmunkát, amit ő is végez, és látom, hogy 15-16 évesen így oda tudja magát tenni valaki az edzésen. Többet csinál, mint te? Nem mondom, hogy többet csinál, mint én.
Úgy azt mondom, hogy hű a nevéhez. Egyelőre még Zoli is még vár arra, hogy az első számú válogatott legyen. Nagyon erős a kötött fogás, ugye, mint tudjuk. Mennyire vagytok türelmesek? Mennyire tudjátok kivárni a helyeteket? Úgy látszik, hogy eddig elég türelmesek voltunk. Egyébként nehéz kivárni? Hát azért nehéz, mert már ott lenne az ember és bizonyítana, mikor tudja, hogy a Lőrinc Tamás a világ egyik legjobb birkózója, de ugyanúgy a Zolika is a világ egyik legjobb birkózója. Két olyan emberünk van ebben a súlyban, akit ha elindítunk, akkor ugyanazt az eredményt mindkettő el tudja érni. Zolika elindult a felnőtt ebben, ezüstérmes lett. Tomi elindult a felnőtt ebben, megnyerte. Most az arany és az ezüstérem között már nincs azért akkora különbség. Ez nagyon jó amúgy, hogy két ilyen emberünk van egy súlyban, mert mindketten tolják egymást. És ki lesz a te vetétársad? Neked kit kell kiszorítani a válogatottból? Hú, az még messze van. Messze van. Messze van, még úgy alakulhatnak a súlyok. Úgy. Uh-huh. Itthon egyébként ki az a vetétárs, akire... 23-ban úgy... vagy felnőttben? Nem, ugye ebben az U23-ban, akkor úgy veled együtt fog majd úgy megférfiasodni, hogy fogalmaztál. Hát most 82 kilóban még fiatalabbak vannak, mint uh-huh. én, így ez a 99-es korosztályban. Ebben a súlyban most szinte egyedül mozgok. Följebb van. 87 kilóban már ott van a Losonci Dávid, ott van a Takács István, azért ők mindketten eredményes birkózók. Tehát mi lesz így, hogy a Takács is honvédos lett, ugye nem is olyan régen átjött a honvédhoz. Nekem jó barátom. Együtt is készült a kedzetek sokat? A válogatottban, igen. Honvédnál egyébként hogy működik a műhely munka, ha már így szóba került a Takácson keresztül a honvéd? Hát ugye van nekünk pesti klubunk is, ahol folyik a munka kőkeményen, és meg van egy fiók csapatunk Esztergomba, amit édesapám vezet, és akkor így van lehetőség, a Honvéd lehetőséget teremtett arra, hogy én ha otthon készülök, akkor Esztergomba tudjak edzeni a testvéreimmel, csapattársaimmal, nagy részben mindenki honvédos. Tehát Esztergomba vagy fizikálisan, amikor a, úgymond a klubedzés van. Igen, de úgy gondolom, hogy ez egy elég jó lehetőség, és egy motiváció a fiatalabbaknak, akik ott vannak Esztergomba, hogy itt a Honvéd, ha beszeretnél kerülni, te is edz olyan keményen, mint én, és van esélyed ilyen szintekre eljutni. Ez egy nagyon jó lehetőség szerintem. Mennyire vagytok ti a húzókot abba a körzetben? Otthon? Uh-huh. Szerintem eléggé. Vezéregyéniségek. Jönnek sokan amiatt birkózni? Nem is azt mondom, hogy miattunk jönnek, de nem nagy képűségből, de talán úgy gondolom, hogy már példaképek vagyunk a fiatalabbak számára, és ez látják, én ott vannak 2-3-4-5 évvel fiatalabbak, akikkel azért én jóba vagyok, szeretem őket, mint igen, srácokat, és látják, hogy innen, ebből a klubunkából, ebből a kis városból, Esztergomról el lehet jutni a világ tetejére. De azért azt sem mondod, hogy feláldoztál rengeteg mindent ezért. De nem érzem úgy, hogy feláldoztam. Úgy érzem, hogy ez ennek így kellett lenni. Én ezt élvezem. Ezért vagyok benne. Mióta birkózol? Egy éves sorkorodó? Hát körülbelül, de amúgy, ha azt kéne mondanom, hogy mióta birkózok, hogy 4 éves korom volt, tehát 17 éve, 18, de hát apa már... Tehát azért mondom, tehát mióta... Mióta megszülettem, így leraktak a szőnyegre, és játsz. Csak a birkózás nem. forog körülötted? Nem. Állandóan vagy azért van más impulzus is? Más. Én Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanulok, kommunikáció és médiatudomány szakon. Emellett még két szakmát is csinálok. Mégpedig? Kőművest és karosszéri alakadost. És ezáltal azért több vasat szeretek a tűzben tartani, mert bármi történik. Természetesen a birkózás az első. Uh-huh. De... azért közel tartom az iskolát is, az egyetemet, mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos. A honvédség, amit ugye a Honvéd, mint klub tud ajánlani, azzal hogy állsz? Én jelenleg katonasportoló vagyok, és a Honvéd tényleg egy olyan hátteret biztosít, ami tényleg
egyenrangú. Hát csak azért, mert ugye az is egy olyan lehetőség, hogyha valaki megsérül, nem tudja ugye azt az igen, egy olyan életpályamodellt, akkor... egy olyan életpályamodellt nyújt a Honvéd és a Honvédség közös fúziója, ami nincs olyan sportoló, úgy érzem Magyarországon, akinek nem érné meg. Jó, de akkor neked akkor már van négy lábad akkor a sport mellett? Igen, mondhatni. De szerintem úgy gondolom, hogy ez egy elég jó. És melyik áll szívedhez legközelebb? Szóval az egyetem. Szeretek beszélni, szeretek megnyilvánulni, és az, hogy egyetemen tanulok, és elérhetem a diplomát, az még azért egy plusz kis egót is ad az egészhez. És egy jó hiszemű egót. Az, hogy rengeteget edzettek otthon. Soha nem volt az, hogy abba hagyd a birkózást? Emiatt, hogy meg... Ez, amiatt, hogy rengeteget edzünk, amiatt hogy soha. Bármi miatt, tehát, hogy belefásultál nem, egy kicsit, mert nem. Túl sok volt. Olyan szerintem a világ összes birkózójával megtörtént már, hogy kikapott, és azt mondta, hogy minek, miért, hogyan. Na jó, de egy vereség az megint más, hogy persze, emiatt. Persze, és mi? Aztán leül a kapával beszélgetni, bátyámmal, és elmagyarázzák, hogy ki fog jönni, ki fog jönni. Én sokáig nem voltam eredményes. Persze, ugye? Így van. Csak arra voltam kíváncsi, hogy nincs belőle az, hogy ez a tűz, az már nem ég úgy benne. Tudod, szép lassan, azzal már nehéz mit kezdeni. Egy vereség után nehéz meggyőzni, hogy oké, gyere vissza, mert ott a tűz, az könnyű. Inkább könnyű meggyőzni, igen. Igen, de ott, aki nem egy vereség miatt, hanem úgy belül kezd el szépen. Nem, számomra még ez nem jött el. Nem is érzem úgy, hogy eljönne. Ezért élek, halok. Beleteszek mindent edzésen. És édesapád az edző még mindig? Igen, ő most jelenleg az IFIK edzője, ahol most az öcsém is ott van, a Cifferszki Ákossal együtt ők ketten az edzők. De ennek örülök, mert így fel tudja nevelni őt is egy olyan szintre. Mi a bátyámmal már vagyunk egy olyan szinten, hogy önállóan is el tudjuk végezni ezt az edzésmunkát, önállóan kell versenyeznünk, felnőttünk idáig, most ott az öcsém, vele is foglalkoznia kell. Ki az edző, aki még foglalkozik veletek? Nos, nagyon sok, többen is vannak. Többen is. Van külön, aki esetleg a földharcra, nem, vagy így nem. Nincsen így? Nincs. Mit szeretsz jobban, állásharc vagy föld? Melyik a ügy? Én jobban szeretem az állást, de fontosabb a lenti. Mert? Mert a felnőtt korosztályban már sokkal nagyobb részben a lenti helyzetből dőlnek el a meccsek, mert nagyon zárt már az állásbirkózás. Nehéz akciót csinálni, azért egy elit birkózón, aki ott van a top 5-ben, már nagyon nehéz akciót csinálni. Nagyon jó a stílus, nagyon jó az kondicionálisan, viszont lentről könnyebb egy olyan helyzetet kialakítani, hogy pontot is lehessen belőle csinálni. Akkor nem fogjuk látni a látványos dobásokat majd? Ezt mondtam. Akin lehet. Csak akkor már az kell, de egy komoly meccsen már nem lehet. Igen, mert az kell, hogy legyen egy nagyon jó felkészült. De ez minden sportban így van. Gyengébb. Egy futballmeccsen is azért, hogyha két topligás csapat, nem biztos, hogy a... Igen, csak tudod, az átlag nézi most azt látja, hogy két izmos ember egymást tologatja. Persze. A legizgalmasabb akkor, hogyha van valakiért izgulnunk. Én mindig ezt szoktam mondani, hogy ha... Sok barátom van, aki mostanában elkezdte nézni, van a barátnőm, aki nézi, és nem mondom, hogy teljes mértékben értik a birkózást, de van kiért izgulniuk, izgulnak értem, és ezáltal úgy megszépül számukra szerintem ez az egész. Ez így van. Pihi? Vagy edzésom? Most edzés. Volt valami pihi? Te az edzéstérem után? Volt egy hét, amikor szórakozni voltam, tényleg családdal, barátnővel kipihentem magam, aztán nekivágtunk. Aztán mentél megint edzésre, és jól hallottam, küzdöttél egy komolyabb ellenféllel, külföldivel, vagy kivel, edzésen? Igen, egy az azeri, aki jutott az olimpiára, Rafik Huszainov, és ma, pont a mai edzésen sikerült megvernem. Na, látod, miket mondanak itt a madarak? Ez neked, ez mekkora lökést adhat? Nagyot, mert azért már úgy edzésen megverni egy ilyen kvalitású versenyzőt, birkózót, már biztosít abban, hogy jó úton járok, és hogy már olyan skalpokat is tudok szerezni versenyen,
amit idáig is sikerült, de tudom ezt folytatni ezt az utat. Edzésen vagy versenyen könnyebb neked birkózni? Mert vannak, akik nem tudnak. Jobb vagyok versenyen. Akkor te szerencsésebb alkat vagy. Nem is csak a szerencse, hanem nagyon sokat voltam fiatalkoromban versenyeztetve. Édesapámmal jártunk és a csapattal Ukrajnába, Romániába, Szlovákiába, Szerbiába, hétről hétre olyan versenyekre, ahol azért komoly ellenfelekkel kellett, 6 éves koromtól kezdve idáig. Nem mondom azt, hogy nem lehet beleunni. Tényleg nem? De miért? Ebbe bele lehet, ebbe se lehet. Abba nem ununk bele. Az egy olyan dolog, ami mindig van egy következő cél, mindig van egy olyan, amit el akarunk érni. És azért tenni kell. Olyan érzés, mintha minden verseny után újraindulna az egész. És otthon újra beszéltek állandóan a birkózást? Hát, ez úgy van, hogy nem ez a fő téma otthon. Mindig akkor, amikor mi akarunk róla beszélni, akkor kérdezünk apától, és megbeszéljük ezt az egészet. Ő nem jön elő formával. Tehát. Biztos van, amikor ő is, de nem, tényleg nem ez a fő téma otthon. Otthon egy család vagyunk. Családias dolgokat csinálunk. Most még hanyan laktak ott? Most már a barátnője a bátyámmal együtt ott laknak egy külön házba, ugyanazon a telken. Ott lakik az öcsém, édesanyám, édesapám, és a nagypapám meg a nagymamám velem együtt. És mi te is? Igen. Barátnőd? A barátnőm még nem, de remélem majd hamarosan. Akkor jól együtt van a család. Jól, persze. Mentek valóban nyáron együtt így? Pont most volt tervezve, hogy úgy volt, hogy együtt akart, a család mindenféleképpen együtt akart, úgy volt, hogy Balatonfüredre megyünk, aztán most a nagynéném hívott, hogy inkább menjünk Horvátországba, aztán lehet, hogy most együtt oda leruccanunk majd egy pár napra, 5 napra. Együtt vagytok akkor éjjel-nappal? Hát bárcsak együtt lennénk, inkább mostanában edzőtábor vagyunk és hétvégén tudunk együtt lenni, de vannak olyan hetek, napok, amikor együtt tud lenni a család. Edzőtáborban, mivel más-más korosztály, nem nagyon vagytok együtt, ugye? Pont most egy helyen készülnek az ifik is, meg a felnőttek, itt vannak Pesten az öcsémek is, így most az öcsémmel tudok. De általában például a bátyámmal szoktam együtt lenni. Mit szeretsz jobban, olvasni vagy filmet nézni? Filmet nézni. Krimi? Én minden. Én így a fantasy-tól, krimi, vígjáték, a horrort nem szeretem. Kulját akkor, azon kívül akkor bármi akkor. És sport, tévében, foci? A foci meccsre kapcsolsz éppen, nézed vagy? Hát attól függ, hogy milyen mérkőzés, de én a Manchester United-ot követem, és annak a meccseit szoktam mindig megnézni. Na, akkor szereted a labdarúgást. Igen. Erpa bajnokságot? Figyelem? Hát majd fogom nézni. Fogod nézni? Persze. Főleg azért, mert kint vagyunk. Ez még szebb, így még szebb. És mindig úgy unalmas lesz a meccs, akkor is szurkolsz, nem van miért. Végig. Végig nézem az összeset. Végig nézed? Horgászás? Mert az összes birkózó szinte azt lehet mondani, hogy imád horgászni. Én nem. Öcsém is, bátyám is, de én nem szeretem. Akkor te vagy a kakuktojás? Igen. Papám is szeret. Én... Valahogy engem nem köt le. Inkább megcsinálom a kaját, amik pecáznak. Akkor te egy kicsit máshogy, mint a... Ez ebbe. Csak ebben? Szerintem igen. Hasonlóak vagyunk. De te többet szeretsz beszélni. Igen. Meccs közben is? Nem, akkor koncentrálok. Nem szólsz vissza a bírónak, senkinek? Nem. Nem szeretek vitatkozni a bírókkal. Megjegyzik. Igen? Nem szeretek hisztizni, nem szimpatikus. Amikor én nézek egy birkózó mérkőzést, és valaki hisztizik a bírónak, az olyan unszimpatikussá válik, úgy az a helyzet. Én inkább elfogadom. Természetesen van, hogy kikérem a challenge-et, mert nem tetszett az ítélet, amit hoztak, de a bírónak soha nem tisztelni kell. Edzőutasítást mindig végrehajtod, vagy azért, hogyha úgy érzed, hogy ez nem jó, akkor azt nem hajtod végre? Mindig végrehajtom. Még akkor is, hogyha úgy érzed, hogy lehet, hogy más kellene? Hiszek benne, hogy az kell. Lehet, hogy megfordul a fejemben, hogy ez most
nem pont ezt kéne, vagy valami, de mégiscsak ők az edzők. Valamiért ők azok, ők tudják jobban. Az ezüstérem után szomorú voltál? Teljes mértékben. De ugye te mindig győzni akarsz. Igen. Már 6 éves korod óta? Talán még az előtt is. Ilyen a mentalitás, a család mentalitása. Ha veszítesz bármiféle játékban, nehezen viselem? Fáj. Nem azt mondom, hogy nehezen viselem, de fáj. Nem kiabálsz, nem vitatkozol? Nem igazán. De belül éget. Mindenre a győzelemre törekszel. Igen. Akkor évvégén meg lesz akkor a U23-as világban egy karanyére. És utána? Hogyan tovább? Van egy jövő évben Magyarország rendezi a felnőtt Európa-bajnokságot, és arra már szeretnék, én szeretném kiharcolni én a címeresmezt felnőtt korosztályba. 87-ben már? Nem, még 82. 82-ben. Sány kiló vagy, honnan fogysz le? A körül vagyok. 82, 83, 84. Akkor nem kell nagyon fogynod. Nem. Akkor neked jó ez a dupla mérlegel is. Persze. Ez mennyire írt át egyébként nálatok a birkózást? Hát, nem nagy mértékben. Vagyis voltak azért jóval nagyobb fogyók, akik tízeket fogytak azért régebben. Most is van egy-kettő, nem mondom, hogy nincs, de fogyás nem állt le. Ugyanis fogynak 5-6 kilókat, 6-ot, 7-et. Hajtják az eredményt, amivel semmi probléma nincs. Egy ilyen versenyző, aki lefogy, mit tudom, 7 kilót, és eljut a másnapi méregelésre meccsig. Könnyebb megverni, vagy? Másnap? Másnap nem. Nem. Hát azért bemér másnap reggel, és délután 6-kor van a döntő. Vagy a bronzérem. Azért addig felszívja magát rendesen. Akkor megéri kockáztatni. Csak erre voltam kíváncsi, hogy mennyire éri meg kockáztatni. Én nagy súlycsoport. Hát de mindenki más. Van, aki lefogy, és nagyon jól bírja utána, van, aki lefogy, nem bírja annyira az aznapi birkózást. Ez mindenben személyfüggő. Itthon a lévai testvéreknek milyen respektjük a bírókkal szemben? Ha látják, hogy lévai, akkor már tudják, hogy úgy állkodó, hogy ő a esélyes a győzelemre. Hogy érzitek? Hogy mindig fogadnak benneteket a bírók? Hát a bírók nem tudom, nem szoktam erre figyelni. Inkább mindig apa is azt mondja, és az a mentalitás, hogy úgy kell felmenni a szőnyegre, hogy ne tudja elképzelni senki a teremben, hogy a másik nyerhet. És ezt éreztetni kell a kiállással, a magabiztossággal, a stílussal, ahogy a szőnyegen birkózok. Most ezt nem tudom, hogy ehhez, hogy... Ezt tanította édesapád egyébként? Persze, ezt, hát úgy, hogy elmagyarázta. Ez egy mentalitás. Jó, elmagyarázta, fölmenti, és talán legközelebb elmondta, hogy még mit kell csinálni másképpen? Persze. Minden hármatoknál akkor ez végigment, hogy így. És bejön egyébként? Van olyan, aki megijed? Már felnőttben nem hiszem, hogy lesz ilyen, de ugye általában utánpótlás. Van felnőttben is, nem igen? Azt mondom, hogy nincs, de nem láthatólag ijed meg, hanem ahogy érzés. Jó, de ezt már te érzed. Érzésre, akkor már. Hogy a magabiztossága nem olyan. Rögtön leveszed az első kapaszkodásnál már? Vagy mennyi idő kell még neked? Egy meccsen? Hát, hogy feldolgoz az, hogy most a gyerek most... Ezt az azért egy fél perc után szerintem már úgy érezni lehet, hogy most csak azért gyenge, mert ő ezt a taktikát választotta, hogy az első menetben kevesebbet ad bele, vagy azért ilyen, mert nem tud most többet kihozni magából. Ez úgy azért, ezt nehéz megmagyarázni, szavakba önteni, ezt ott lehet érezni a szőnyegen. Te érzed akkor. Persze. Leveszed, hogy mi miért. Igen. Olyan soha nem volt, hogy ezt érezted, hogy ez megijedt, és akkor ellazsárod a mérkőzést, elnagyképüsködöd. Elnagyképüsködni soha nem szabad egyik meccset se. Azért nem volt ilyen soha neked? Nem emlékszem. Biztos, hogy történt már ilyen, de nem tudok most erre példát mondani. Tehát fölmész is, amennyi pont benne van az ellenfél, az kihozod belőle. Igen. Nem is azt mondom, hogy kihozom. Ha például tudom is, hogy egy gyengébb képességű ellenféllel birkózok,
akkor más a taktika. Akkor meg szeretném verni nagyobb pontszámmal. De ha érzem, hogy például elkapott egy olyan fonalat, hogy most őt nem lehet megverni technikai tussal, nem tudom befejezni korábban a mérkőzést, akkor visszaveszek, akkor átváltoztatjuk a taktikát, lehozzuk szépen 5-1-re, 6-3-ra, úgy, ahogy a mérkőzés adja. Hát akkor most edzés tovább, ugye? Így van. De lesz egy nyári szünet, mentek a családdal, akkor Horvátországba egy kicsit. 5 napig. Lazulhattok egy kicsit. Igen. Akkor jó pihenés kívánok szépen neked, aztán ott meg lehet neki feszülni a nagy kihívásoknak. Köszönöm szépen, itt voltál. Én is köszönöm. További sportosat.